A keresztbe fordult és felborult kamiont fordítják vissza a kerekeire. Nem sok maradt a járműből, miután a tatai letérőnél átszakította a korlátot. Egy tehergépkocsi Győr felé menet. Eddig tisztázatlanokból átszakította a szalagkorlátot és áttért a Budapest felé vezető pályatestre, ahol összeütközött két másik tehergépkocsival. Mindhárom tehergépkocsi sofőrjét sérüléssel a mentőkórházba szállította. A helyszínre 5 tűzoltóautó érkezett. A 3 sérültet ki kellett vágni a roncsokból, őket mentőhelikopterekkel szállították kórházba. A mentés órákig tartott. Ezek az osztrák autósok a leállósávon próbáltak menekülő utat találni, itt pedig a nagy hőség miatt ásványvizet osztanak a várakozóknak. Budapest felé egyáltalán nem lehetett haladni, de Győr irányába is csak egy sáv volt használható. Emiatt több 10 kilométeres sor alakult ki. A forgalom este 10 óra után indulhatott újra az M1-esen.